én mindig a feladatban, meg a teljesítményben gondolkodom, és mindig azt szoktam mondani, hogy az, hogy ki hányadik lesz, meg ki milyen pontot kap, az meg a versenybírók feladata. Én magam is pontozom, ő sok esetben, ezúttal edzőként voltam a csapattal. Úgyhogy ezt mindig azzal utólag foglalkozunk. Az, hogy ezek a versenyzők világbajnokok lettek, most nagyon sok hosszú-hosszú várakozás után, ez azt gondolom, hogy már nagyon megérdemelt volt számukra. Bali Danit szoktam ilyen szempontból kiemelni, mert ő már 10x éve kiérdemelte magának, hogy ő igenis lehessen egy, hát igazából egy férfi egyéni világbajnoki címet érdemelt volna elsőként, de azt gondolom maximálisan kárpótolva van ezzel is, de a többieknél is. Tehát azért sok második hely van mögöttünk, harmadik hely, negyedik hely, és most azt gondolom, hogy összeállt úgy minden.